Azért egy teát megálmodni nem egy egyszerű dolog, főleg ennyi féle ízbe, és hát az én személyes kedvenc gyümölcsöm a görögdínye is itt van. Egy kicsit lehetne mesélni ezekről a teákról? Természetesen nagyon örülünk, hogy a görögdínye íz is az ön kedvence. Tulajdonképpen arra a teákról annyit kell tudni, hogy nagyon magas koncentrációba tartalmazzák a teát, és abszolút egy egészséges életmódot kedvelőkre szálljuk ezt a teákat. Különböző teák vannak, egyik a fehér tea, görögdínye ízesítéssel, van zöld teánk, mango, ananász ízesítéssel, és ami egyedülálló, az pedig a matcha tea. A matcha tea a japán zöld tea porított változata, és ez kókuszos ízesítéssel van. Mivel magas töménységben vannak a teák, a termékekben, ezért a teáknak az összes pozitív élettani hatása előtérbe kerül. Nem különben a antioxidáns tartalomról beszélve, amúgy tudjuk, hogy nagyon sok betegség megelőzésben játszik fontos szerepet. Mi az a dolog, amitől az ember meg tudja azt álmodni, hogy én görögdínyés teát szeretnék, vagy én inkább mondjuk epres teát szeretnék? Hogyan születnek meg ezek a gondolatok vagy ötletek? Hát tulajdonképpen a kutatásfejlesztés részlegen, amit német kutatók álmodtak meg, a fő cél az az volt, hogy egy egészséges italt hozzunk a piacra, egy valódi ice teát, amiben valóban elég sok teja van, és emellett a gyümölcs tartalom segít a ízélmény kialakulásában. El kell azt is mondanom, hogy a csomagolás is környezetvédelmi szempontokat szolgál, ugyanis ezekből a dobozokból újra naratea doboz készülhet, így a tengerekben, óceánokban lévő műanyag szigeteknek a méretét nem növeljük. Szintén meg szeretném említeni, hogy semmiféle hozzáadott mesterséges tartósítószer ilyenek nincsenek a teában, ezek alacsony kalória tartalmú italoknak számítanak, és abszolút a prémium szegmenst próbáljuk kiszolgálni. Hát az én szívem már megdobbant attól, hogy környezetvédelmi szempontból is nagyon-nagyon hasznos, úgymond a narate, hogy újra használjuk. De ha választani kéne egyet, hogy mi a közönség kedvenc, akkor melyik teja lenne az? Én úgy gondolom, hogy a zöldteával a mangolnalás azaz mindenkinek a kedvence, de úgy látom, hogy a energitizáló volt a miatt a matcha teát is egyre jobban szeretik, ezt mindenkinek kávé helyett is tudom ajánlani, mert egy aktív ébrenléti állapotot okoz.